Orbán Viktort és a kormányt is kerítés mögé zárná az MSZP. A párt szerint a kormány gettóba akarja zárni az országot. A PM-nél azt mondják, csak gyűlöletkeltésre jó a szerb határa tervezett kerítés. A Jobbik szerint csak a kerítés nem elég, önálló határőrséget akarnak. Rögtönzött kerítést húztak a szocialisták a Fidesz székhez elé, tiltakozásul a szerb határa tervezett kerítés miatt. Így szónokolt a hősök terén egy szabad világról. Egykori önmagához képest szánalmassá vált a Fidesz, mondta Kunhalmi Ágnes. Az MSZP budapesti elnöke hozzátette, az a miniszterelnök akarja gettóba zárni az országot, aki 26 évvel ezelőtt a vasfüggöny ellen a szabadságért küzdött. A politikus szerint éppen azokat kell bezárni, akik kitalálták a határzárat. A kormányfőt és a kormány tagjait, akik ezt az egész politikát kitalálták. Azokat, akik azt a gyűlöletkampányt és a társadalmon belül is, kívül is egymásnak uszítás politikáját támogatják évek óta, és megnyomták a parlamentben a gombot. A Fidesz összes olyan képviselője, aki ezt a politikát támogatja. Ideiglenes kerítést épített a Párbeszéd Magyarországért is az országház előtt. A párt aktivistái ezután saját magukat zárták körbe, majd különböző feliratokat ragasztottak a kerítésre. Barabás Rihárd azt mondta, a kormány 10 milliárdokból akar falat építeni, miközben mindössze 7 milliárdot költ a szociális ágazat és az orvosok bérfejlesztésére. És mondom a legdurvábbat, mindössze 100 millió forintból próbálja hazahozni a külföldre vándorolt fiatalokat. Ehhez képest 22 milliárdot költ egy olyan kerítésre, ami tudjuk, hogy teljesen értelmetlen és semmi más célt nem szolgál, mint a gyűlöletkeltés. Jó fizető biznisz lesz valakinek a kerítésépítés, mondta Gréci Zsolt. A DK szóvivője szerint a Fidesz évek óta az oligarchák pénzelésének szolgálatába állítja a kormányzati politikát. Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyar pályázatok meglehetősen túlárazottak. A többnyire fideszes vállalkozóknak kért pályázatok átlagban 46%-kal voltak túlárazottak. Ha itt és ez történik, akkor megint valamelyik fideszes oligarha jár majd jól a magyar-szerb határon felhúzandó vasfüggöny megépítésével. A Jobbik viszont támogatja a kerítésépítést. Zék Árpád Dániel azt mondta, akiket üldöznek hazájukban, azoknak segíteni kell, ugyanakkor az alternatív útvonalakat is le kell zárni. Jelen helyzetben az önálló határőrség felállítása nem halogatható tovább, hiszen a 2008-tól megszüntetett, leépített rendőrségbe olvasztott szervezet így egyfajta alegységként nem képes olyan hatékonyan funkcionálni, mint amilyen önálló módon lehetne a megfelelő tőke ellátottsággal. Mindeközben a Hajdú-Bihar megyei kormány megbízott azt mondta, kapacitás bővítése van szükség a debreceni befogadóállomáson. A 830 férőhelyes táborban ugyanis 1474-en vannak. Csak hogy napra pontosan egy hónapja Orbán Viktor azt mondta, nem fejlesztésre, hanem a tábor bezárására lenne szükség.